Sziasztok, Éri Csőek, és üdvözlök mindenkit egy újabb World of Tanks visszajátszásos videóval, méghozzá a mai napon ismételten a Progetto 46-tal gurultam egy epikus kört. Mine Spy-ján, Miners, majdnem Miners mondtam, Mine Spy-ján. Hát nézzük is, el is indítom, nagyon király csata lett, ugye a tegnapi napon került ki egy videó, ez lehet egyébként, hogy ez jóval később fog, szóval mai napon van szeptember 16-15-én, vagyis ma ment ki egyébként két videó, de tegnap vettem fel őket, és hát ismételten a Progettóval gurultunk egy nagyon jó csatát, és a mérkőzés elején be is jövünk középre, egy, kettő lövést kaptunk, hármat kapunk, és itt egy hibát vétek, ugyanis még a Jagdpanther elé itt kimentem, és mint láthatjátok, 342 HP-nk van, és automata célzásra, Progettóra tudtunk lőni egy tárat. Ha minden igaz, egy tárat tudtunk rá lőni. Nos, látom, hogy letolja a mi játékosunk a Progettót, és ki tudjuk szedni a játékból. Látom, hogy nem ide néz az FE, illetve a vézése, és le tudom rájuk, vagyis le tudtam egy darab lövést adni. És így elfoglaltuk a közepét a pályának, ami nagyon jó. És itt látom, hogy egy E75-ös pusol be, látom, hogy mindjárt újra töltök, de nem várom meg, inkább letrekkelem azt az E75-öt, és ezzel biztosra megyek, hogy hát, ha kilövik, de hát nem igazán akarták kilőni, még egy ideig, pont mikor betöltöttem akkor. Nos, 3-0 az állás. És 4000 HP előnyünk van, már csak ennyi 3000 inkább. Hát egyszerűen óriási, amit itt játszottunk. 3-1 az állás, és itt hát 342 HP-n van, és ugye 9-es tier, meg 7-es tier, és hát azért már a 7-es tierben is vannak olyan tankok, akik ki tudnak engem lőni egy-egy lövéssel. Nem úgy, mint ez a Comet, ugyanis neki olyan 100 50-60-as alfája lehet, vagy nem tudom egyébként pontosan mennyi, de azt tudom, hogy ő nem fog tudni kilőni minket egy lövéssel, talán még kettővel sem, de azt nem kockáztattam be. Látom, hogy lőtt a Comet, látom, hogy ott egy Challenger felderül, bele is lövök egyet, ahogyan csak tudtam. És itt igazándiból csak tűnődtem, hogy hát itt mit is csinálhatnék, ugye, mert én nagyon nem szeretem ezt az oldalt, mondjuk a másikat sem annyira, hiszen szerintem erről az oldalról nagyon nehéz spottolgatni, viszont a másikról is, mert ugye akik itt beállnak, tehát most ahogy látjátok itt a kis tankunk, ugye a light tankunk, ez a T-71 dá oda megy a bokor sorhoz, ugye az alatta lévő játékosok ki proxy spotolják, és ugye ezért jó, hogyha be van nektek kapcsolva ez a kis fehér karika, ami körülöttetek van, ugyanis ez azt jelzi, hogy ha ebben a rádiuszban van egy ellenséges tank, akkor mindegy, hogy fal van köztetek vagy sem, fel fogsz spottolódni, és ő is, és így proxy spoton lesztek mind a ketten, addig, amíg ki nem megy egyik őtök a másik köréből, de általában ez ugyanakkora. Ez a kör, hát azt hiszem ilyen 50 méteres rádiusza van ennek. És itt 4-3 az állás, most már azért inkább sokkal nehezebb helyzetünk van, mint amúgy. 5-3 az állás az ellenfél vezet HP-ban, de kinézek erre a kometre, és kiszedem a játékból. Nem is érdekelt, hogy kinéz ránk vagy sem. Nézzen. És itt ott van egy T26E5, és itt látom, hogy ott egy Challenger, egy Saladin, és hogy hát én lehet, hogy arra nem fogok rálőni, és nem is lőttem el magam, és hát még egy kis spotot is kaptam belőle. Hát nem tudom, hogy mit is mondjak. 7-3 az állás, nézzétek meg, és majdnem minden sikerült az ellenfélnek felállnia. Ugye nagyon nehéz dolgunk van, mert az a VTPZ4-es, a Karó, a Jagdpanther, ugye akik itt fent állnak, meg lent, meg itt is, nem, tehát egyszerűen olyan crossfire tudnak kialakítani, hogy esélytelen bepusolni, mindegy, hogy mi hogy, honnan pusolnánk,
És láthatjuk, hogy három tankkal vezetünk, viszont 300 HP előny, ami egy darab lövés, szóval tehát semmi HP-val szinte nem vezetünk. De ez nem is annyira lényeges még. De inkább itt az volt a bajom, hogy mit tudnék csinálni, hogyan tudnám magamat hasznossá tenni. Ugyanis, hogyha itt most egy picit kijebb nézek, akkor sajnos a Challenger tud lőni, vagy akár, hogyha nagyon-nagyon kinézek, akkor a Karó fentről, ugye egy nehéz tank, Kempel hátul. Vagy esetleg a TNH rám tolja, vagy nem tudom. Mert mint láthatjátok, egyébként ezeknek a nehéz tankjainknak nincsen sok életük. És itt kinézek egyébként az STR-ra, lelövöm a trekét, még egyet belelövök a trekébe, de igazából teljesen feleslegesen, mert kiszedjük a játékból. Azért még itt van itt HP rendesen, szóval van itt, hát ja, egy jó pár HP volt eddig, miközben az Arti belelőtt a játékosunkba. 9-6 az állás. És itt látom, hogy kimegy alólam a TNH, szóval lehet, hogy tudnék dupla bokrozni, de sajnos nem tudok, mert ki fog spotolni a VTP-zén, de ha jól emlékszem, akkor el sem lövöm magam. És itt belegurulok a bokorba, hogy kispotoljam a VTP-zén egyet, viszont hát arra nem számítottam, hogy ő is ki fog engem spotolni. Valószínűleg ő spotolt ki egyébként engem, szóval hát vissza is húzom. És nézzétek meg, 9-8 az állás, és mínusz 1000 HP-ba vagyunk, 917. És látom, hogy ezek a nehéz tankjaink, akik itt bepusoltak, na most már tényleg 1000 HP, mínusz 1000 HP-ba vagyunk, akik itt bepusoltak nehéz tankjaink, nagyon elveszítették a HP-et. És itt jelzem egyébként a Horinak, hogy segítenék neki, onnan akartam egyébként kinézni erre a TNH-ra, de sajnos nem tudok. És itt látom a Karót, hát mondom, oda blindolok egyet, kettőt, ja a kettőt oda is blindoltam, 9-9 az állás, nézzétek meg, és hamarosan mínusz 2000 HP-ba vagyunk. És én vagyok egyedül a hegyen, vagyis leszek, sajnos most ezzel spoilereztem. Látom, hogy ott a Challenger, és nézzétek meg, mínusz 2000 HP-ba vagyunk. És látom, hogy a TNH rám fogja tolni, és valószínűleg a VTPZ4 is rám fogja tolni. Szóval nekem nagyon gyorsan egy olyan pozíciót kell felvennem, ahol okosan tudnám őket meglövöldözni. És itt tudom, hogy be kell mennem oda a sarokra, ide be kéne mennem, és hogyha jön a TNH, akkor őt azonnal letrekkelni, mindegy, hogy mi van, csak trekkre lőni. Ott látom, nagyon gyorsan vissza kell húzni, mert és látom, hogy egyébként kis ágyú van rajta, látom, hogy lő az Arti, nagyon gyorsan vissza kell húzni, látom, hogy jön rám egyre jobban, letrekkeljük, elrontja a lövését, és itt letrekkelem, tehát mivel elhasználta az előbb a javítóját, ezért nincs. És látom, hogy hát itt lehet el kéne lőnöm, mert nem tudom meddig javít, lehet, hogy csak lehet, hogy 5 másodpercig, lehet, hogy 10 másodpercig. Maradt még egy lövésem, nézzétek a minimapot, ugyanis az is nagyon fontos. Egyfolytában nézegettem. Itt próbáltam nézni, hogy a TNH mit fog csinálni, és látom, hogy sidescape-en, tehát tudom, hogy a VTPZ az valószínűleg jön mögöttem. És reménykedtem. Két lövésem van, szóval ki tudom gyakorlatilag lőni mindkettőt. Az Arti ellövi magát, jön már mögöttem a VTPZ-n, egy fordulok, a tornyom nem fordul, tolatok, és itt kilövöm nagyon szépen egyébként. Hát itt úgy kattingattam, mint az állat, és itt látom, hogy a Challenger már megy ott el bal oldalt, az leadok rá egy lövés, nagyon szerencsés, hogy az bemegy, az a lövés, és látom, hogy a Hori pedig már pussol, és hogy neki azért van élete. És írja is, hogy GG Progetto, hát igen, ezt én sem hittem el egyébként, hogy lehoztam. 3300 sebzésnél járunk, you carried us. Hát igen. Ott begurulok a bokorba, kispotolom a nehéz tankot, ugye neki nagyon rossz kamója van, mivel egy nehéz tank. És itt, hát nem tudom, hogy hova mentek a lövéseim, mármint ugye ez ugye bemegy, mert direkt oda a trackre célzok, hogy ugye a Hori, vagy esetleg az Arting tudjon lőni. De hát nem tud, látom, hogy az Arti egyébként onnan lő, szóval tudjuk, hogy ő majd ott lesz. És itt meg is várom a lövéseimet, hogy visszajöjjön. És itt, hát itt megpróbáltam a lehető legokosabban játszani. Sajnos ezek a lövések nem tudom hova mentek. Mondjuk ezt el is rontottam, ugye, mert itt belelőttem az előttem lévő sziklafalba. És ellövöm magam, igen, kilövi az Arti, és hát mindjárt meg lenne a Top Gun. Itt legurulok nagyon óvatosan a hegyről, még jó, hogy nem haltam meg, képes vagyok rá.
És nézzük, mit fog nekem írni a Hori 1. Can't progetto for the sixth kill. Nagyon kedves, odaadja nekem a hatodikat, hogy meglegyen a Top Gun. Let progetto get it, I take hit, szóval még be is vette volna a lövést, és el is lőtte magát az Artin, nagyon kedves volt. Hát a végén irogattam vele még a menübe, és megköszöntem neki, hogy adatta nekem a Top Gun-t, és hogy hát ő meg megköszönte, hogy carryztem őket a hátamon. Hát igen, azért ez egy, hát egy gyönyörű meccs volt, az a, ami ott a hegyen történt így a vége fele, ahogy jött rám a TNH meg a VTPZ, hát atya világ, az hihetetlen volt, és itt láthatjátok egyébként a meccsvégi adatokat, hogy hogyan is végeztünk, hogy itt 4200-es sebzést látunk, de ugye volt egy-kettő blindom, ami még bement korábban a karóra, ha jól emlékszem, szóval egy ilyen 5200 kombinált tat, így mondok így, de úgyis kirakom ide a videó végére majd a szakot a meccsvégi adatokat. Hát és köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha szeretnétek még ehhez hasonló videókat, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, és hamarosan megvan az 1000 feliratkozó, amit köszönök szépen, arra még kitalálok valamilyen nyereményjátékszerűséget, ha van rá igény persze. Na de, köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, sziasztok!